Felháborítónak tartja és elítéli a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a munkácsi turulemlékmű eltávolítását és az ügyészséghez fordul. Erről tájékoztatta a híradót Brenzovics László a szervezet elnöke. Mint ismeretes, tegnap a munkácsi önkormányzat végrehajtó bizottsága elrendelte a munkácsi vár álló turulemlékmű lebontását és azt, hogy a helyére ukrán címert helyezzenek ki. A város egyik jelképének számító turulszobor 2008-ban került vissza eredeti helyére, miután 1924-ben a csehszlovák megszállás idején lebontották, majd a szovjet írában beolvasztották azt. Az eltávolított emlékmű helyéről eddig csak pár fénykép jelent meg, de azt már lehet tudni, hogy azt egyszerűen lefűrészelték, és mindössze a madár karmában lévő szabja maradt az obeliszk tetején. A KMKS elítélte a turulszobornak az eltávolítását a munkácsi vártó, várból. Azonban az események olyan gyorsan történtek, hogy miután tudomásukra jutott a végére, a bizottságnak a határozata, és közé tettük a nyilatkozatunkat, amiben felháborodásokat fejeztük ki e barbár cselekedet miatt, már el is távolították a szobrot. Ez a rokok miatt a Kárpáti Magyar Kulturális Szövetség az ügyészséghez fordult, hogy vizsgálja ki e döntés és e cselekedetnek a körülményeit. A Munkácsi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának határozatát a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke is kommentálta. Mint fogalmazott, Ukrajna keleti felében háború ezért egy olyan békésnek mondható régióban, mint Kárpátalja a nyugalom megőrzésére kell törekedni. Ez az eset felháborította a közösségünk jelentős részét, hiszen az ilyen döntéseket mindig a lakossággal közösen kell meghozni. Ez fontos. Továbbá kiemelném, hogy természetesen minden főbb állami épületen ott kell lennie az ukrán címernek és az zászlónak. Hogy eddig ez miért nem volt így munkácson, az egy másik kérdés. Másrészt nekünk megvan a saját történelmi múltunk. Rákóczi fejedelem idején a 18. század elején az embereink szintén a szabadságukért és a függetlenségükért harcoltak, és a Rákóczi szavai szerint is a serege nagy részét szlávok, ukránok alkották. Ezt sem szabad elfelejteni. A turulmadár pedig a szabadság korabeli szimbóluma volt. Biztos vagyok benne, hogy minden esetben keresni kell a kompromisszumokat. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az első helyen az országunk zászlaja és címere áll, és ez egyértelmű. Biztos vagyok benne, hogy a nagy munkácsi várban elfér a turulmadár is, mint vidékünk történelmi szimbóluma. A kompromisszumon alapuló megoldást először is a történészeknek és a munkácsi lakosoknak kell megtalálnia. Az ukrán zászlónak és címernek ott kell lennie a várban, ez egyértelmű. Ami a turulmadarat illeti és a közös történelmünk más részeit, mint például a népünket is érintő szabadságharc eseményeit, a történelemnek ezt a szakaszát is meg kell őrizni. Nincs jogunk átírni a történelmet, mert akkor bennünket egész egyszerűen nem fognak megérteni Európában. Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere az Inforádiónak nyilatkozva a munkácsi turulszobor eltávolításával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez egy teljesen fölösleges provokáció volt. Elmondása szerint kárpátalja kormányzójától kér segítséget az ügyben. Biztos vagyok benne, hogy ő erről nem tudott. Az ő józansága korrekt megközelítése teljes mértékben ellentétben áll azzal, amit most provokáció szintjén műveltek. Ma az ukrán ügyvívőt be is kérhetjük a külügyminisztériumba, hogy nála is tiltakozzunk ezzel a lépéssel kapcsolatban, mondta Szijjártó Péter.